Vés és a nyereség. Mit is jelent ez? Hogyha követted eddig a motivációs sorozatunkat, akkor tudod, hogy a mottónk az az, hogy ne csak a rajzolásban, a gondolkodásmódban is válts nézőpontot. Találsz egy ábrát arról, hogy mit jelent a rés és mit jelent a nyereség. Itt találod a is körbejelölve az indulást, a jelenlegi állapotot, itt pedig találod az álom, ahova el szeretnél érni. Mondjuk szeretnél megtanulni valósághűen rajzolni. Ez az álom fog téged elvezetni odáig, ez fogja adni a motivációt, hogy elindulj az úton és elkezdjél tanulni. De az indulás és az álom között van egy út, amit szükséges megtenni, és vannak közte részcélok, részállomások. És hogyha azt méred, hogy az, ahol éppen vagy, az milyen messze van az álomtól, akkor a résben vagy, mert akkor mindig azt fogod nézni, hogy hol tartok most, de még mennyi van vissza, még nem értem el, még nem tartok ott. És ez a fajta gondolkodásmód boldogtalansághoz vezet. De hogyha azt méred, hogy az elejéhez, az induláshoz képest hol tartok most, és a fejlődést nézed, a fejlődést méred, akkor az boldogsághoz vezet. Tehát, hogy mi a rés és mi a nyereség, attól függ, hogy mire irányítod a figyelmedet, és mit mérsz. Azt méred, hogy mennyi van még vissza, hogy elérjem az álmomat, vagy azt mérem, hogy mennyi mindent megtettem már azért, hogy elérjem az álmomat. Tehát boldogtalansághoz vezet, hogyha a rést méred, és boldogsághoz vezet, hogyha a fejlődést méred. Ez csak egy nézőpontváltás, hogy mire irányítod a figyelmedet. Pont ugyanúgy, mint ahogy a rajzolásban is, azon múlik, hogy realisztikusan tudsz majd rajzolni, hogy mire irányítod a figyelmedet, a negatív terekre, pozitív terekre, vonalakra, az egyszínű formákra. Tehát irányítsd a figyelmedet arra, hogy mi ez a megtett út, hogy az induláshoz képest honnan indultál, és hol vagy most, és nézd a fejlődésedet. Honnan fogod tudni azt, hogy most résben vagy-e? Akkor tanítványaink olyanokat mondanak nekünk, hogy én soha nem fogok elérni oda, ahol XY tart, látom a feltöltött rajzokat a Facebook csoportba, és én soha nem fogok tudni olyaneket csinálni, akkor biztosan résben vagy. Vagy hogyha azt mondod, hogy XY sokkal jobban rajzol, fest, mint én, pedig ugyanakkor kezdtük, soha nem tudhatod, hogy ő mennyi időt szánt rá a tanulásra, tehát soha ne hasonlíts magad másokhoz. Ha belőlem kihoztak valamit, az már maga lesz a csoda. Nem merem feltenni a rajzomat, festményemet a Facebook csoportban, mert félek, hogy kinevetnek. Mit szólnak mások? Nem merek kérdezni, mert hülyének néznek, vagy webinárokon nem merem bekapcsolni a kamerát, nem merek megszólalni, nem merem megmutatni magam. Akkor biztos lehet benne, hogy résben vagy. Mi az, amit tudsz ilyenkor tenni? Az első az, hogy ne hasonlíts magad másokhoz. Ahogy az előbb is mondtam, hogy soha nem tudhatod, hogy ki mikor kezdte a tanulást, vagy hogyha egy időben kezdtétek a tanulást, akkor mennyi időt tud rá ő rászánni a tanulásra. Jó, tehát mindig a saját magad fejlődését nézd, az, hogy honnan indultál. Másik pedig, hogy a fejlődésedet mérd, ne azt, hogy hova szeretnél eljutni. Tehát látod, hogy nem újat tanulni nehéz, hanem a szokásainkon változtatni. A szokásod legyen az, hogy a saját fejlődésedet mérd, akár úgy, hogy kiteszed életed első napi rajzát, hogy ez az, amit most tudtam rajzolni, minden nap megnézed, hogy ahhoz képest hol tartasz. És akkor mindig azt fogod látni, hogy mennyivel jobb most, mennyivel jobb most. És a harmadik tanácsunk az, hogy csináld. Tehát, hogy ott vannak a tananyagok, rajzolj, gyakorolj, csináld, és ne félj attól, hogy sikertelen leszel. Nagyon sok kukában végzett rajzunk van nekünk is. Tehát, hogy jobb létrehozni valamit, amit majd kritizálnak, mint nem csinálni semmit, és kritizálni másokat. Tehát csak az az egy tanácsunk van, hogy csináld, tanulj, gyakorolj. És akkor ne feledd, azt mérd, hogy mennyit fejlődtél, és ne azt, hogy mennyi van még vissza a célig. Sziasztok!